כתבי בעל הסולם, מאמר מתן תורה, עמוד 387, עוד ט'. אמנם כן, ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי הזה, ומבטן מי יצא לנו הפגם בושה והאי סובלנות הזה, שאנו מרגישים בעת קבלת החסד ממישהו. אנחנו נמצאים במערכת. חוק נתן ולא יעבור, אני הוואי לא שיניתי. יש סך הכל שני חוקים, כוחות בבריאה, שזה אור והרצון שנולד, כי ההפך מן האור, העתקה מהאור. כאילו ההפכים ממנו, שלא קיים אם לא האור, אלא כחושך, שלא יכול להיות אם אין אור. משני הכוחות האלו מורכבת כל המערכת, כל המציאות. איך? ישנה תחילת הבריאה, שזה הרצון להיטיב לנבראיו מצד האור, ומצד הכלי שנברא, זה הנברא, שנברא יש מאין, ההפך מהיש. זה מתחילת הבריאה. וסוף הבריאה, לפי הכלל, סוף מעשה במחשבה תחילה, כי אי אפשר לבנות משהו ללא תוכנית וידיעה ברורה הסופית, כן? של מצב הסופי, וסוף הבריאה היא כדביקות. היינו השתוות הצורה השלמה, המלאה. כל ובלית, זה כזו שתפו את השבתי, יש פורמה ידיד, יש יש את הישיק. Ugyanígy, hogy a semmiből, hogy ezt teljesen ellentétes a fénnyel, tehát a teremtés kezdetekor, és ezért neki ez a végén lesz, meg az elején lesz a teremtésnek, de közte az összes dolog úgy van elrendezve, a teljes folyamat, hogy és ezt tanuljuk az egyenes fény négy állomásából, hogy van a megszorítás, a szűrő, és az Ivugdhakának a lényege, amely a kiterjedés tulajdonképpen az edénynek a megnyomása, az acilut világa, a bria világa, a jecila és az asszia világa, később pedig Adam Harishon, és így tovább, egészen a teremtés végső fázisáig, amikor minden újra összeolvad, az elsőtől a legkisebb elemeig a teremtésnek egészen a végső elemeig, mivel nincsen eleme a teremtésnek, amely másképp tudna viszonyulni a teremtőhöz. És itt van egy különleges komponens a teremtésben, mely talán a legfontosabb is egyben, a viszonyhez, a teljes teremtéshez, amely látszólag függetlenné tud válni a teremtőtől, ezt hívjuk úgy, hogy az emberiség, az igazi ember Ádám, és ezt a teljes összetapadás, amit a végén a rendszer elérhet, a teremtőjével egy bizonyos eleme vagy komponense a kapni akarásnak, amely meg lett teremtve, ez az elem látszólag olyan módon lett létrehozva, hogy akarja, vagy nem akarja, összetapadást is fog elérni, és erről sokat beszélünk, mert ezen túlmenően nincs miről beszélni. Tehát minden más előre meg van határozva, és semminek nem is kell megváltoznia. Ez egyetlen komponens, ez a különleges vágy, amely meg lett teremtve az egésznek a tetején, amely fejlődik, és egy olyan állapotban,
hal önmagát létezőnek tekinteti, és önmagában létezik is, mert az ő vele való, az ő hozzá való viszonyulása az összes többi vágynak. Ezen keresztül jelenik meg az elrejtés, ezen a viszonyon keresztül, és a teremtés végének a működése, és ezért megjelenhet a szabad akarat is ennek köszönhetően, ennek az elrejtésnek köszönhetően. Tehát és itt választhat majd, hogy ki milyen, hogy ennek az áldának melyik eleme, milyen eleme akar lenni magának a folyamatnak. Ez a munkánk is, hogy megismerjük a teljes teremtést, ezt a folyamatot, amiben bele vagyunk ágyazva, és ezzel megválasszuk, vagy megvalósítsuk a szabad akaratot helyesen és teljes mértékben. Na, most nagyon sok dolog van még itt, amiről beszélhetnék. De egyáltalán miért mondtam azt, amit mondtam? Mert értékes lehet elképzelni magunkat a rendszerben, amely létezik, és amely abszolút módon létezik, azaz ugyanúgy működik a korrekció végső pontjáig, a végső integrált kapcsolatban az összes résszel és elemmel, az összes egyéni vágya, melyek valóban egymás között is szorosan összekapcsolódnak, egy végső és lényeges módon összeolvadva egymással, és mi vagyunk ebben a részben, és ez a rendszer, ez ugyan a lényegét tekintve egy elrejtésben lévő rendszer, de ha az elkezd föltárulni, akkor értékes is ez, hogyha benne vagyunk, részt veszünk és feltárjuk, és elkezdjük megérteni és ilyen módon az egész rendszerben az egység kapcsolatát létrehozni, a mi felénk való viszonyban pedig ez abban a szabályban testesül meg, hogy szeress fel a barátod, mint önmagad. És hogyha mi a helyes kapcsolatban vagyunk a beszélő szinttel, akkor alapvetően markívim et atzmeinu bitokh a ma'arechet azot beishtatvut anachon. Ebben a rendszerben a helyes módon stabilizáljuk, és így viszük el egy magunkat a teljességhez. Ez a rendszer ugyanis nem teljes, mivel a teremtésnek a célja az volt valóban, hogy a teremtő, bocsánat, hogy a teremtménynek kell elérni a teremtővel az összetapadást, és a teremtmény itt önmagában azt kell, hogy érezze, hogy ki, mint a kívül lenne a rendszertől, és mintha le lenne róla választva, de ezen túlmenően ez az a kapcsolat, amit valójában mi építünk ki a rendszerrel, és így érhetjük el a teljes folyamatnak a megvalósítását. Tehát értékes lehet megérteni, hogy mi az egyetlen hatalmas rendszer vagyunk befoglaltatva, és a kapcsolatunk a rendszerrel az, amit fel kell fedeznünk, és ezt úgy fedezzük fel, hogy a tízes körben apránként, amely megadatik nekünk, a rendszernek az összes elemét felfedezhetjük, és ez elegendő ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni megvizsgálni az egész rendszert. Akkor lássuk, hogy ez a
Hogyha mélyebbre merülünk ebbe a tanulásban, a rendszer tanulásban, akkor mit fogunk találni? És ez megérthető a szabály, hogy minden egyes ágazat ugyanazt a természetet hordozza, mint a gyökér, és az ágazat valóban szintén ugyanarra sóvárog az összes kapcsolaton keresztül, ami a gyökérhez köti. És az összes irányítás, ami nem a gyökérhez kapcsolódik, az pedig levált a gyökérről, nem is tudja elviselni, és kárt is okoz neki. És ez a törvény minden ág és minden gyökér között így létezik, és nem lehet megtörni. És itt feltárul a számunkra egy ajtó, hogy megértsük az összes fájdalmat és élvezetet a világban. Mivel a teremtő az a gyökere a saját teremtésének, mi mindannyian benne létezünk, abban a mértékben, amilyen mértékben, mivel a természetünk közel van az arvuthoz, B, és minden, ami nem a teremtőből árad, az nem, és nem közvetlenül tőle kapjuk, de a teremtése alaptörvényének ellentmond, ez ellentétes a mi természetünkkel, és gyűlöletes a számunkra elfogadni. Ezért szeretjük a bölcsességet és a gazdagságot, és gyűlöljük azok ellentétét, mert ez azért van így, mert a gyökerünk valóban mozdulatlan, és nyugalomban van. Nincs mozgás, ami benne létezne, ami ne benne létezne, ezért ellene van a természetünknek, és távol is van tőlünk. Ugyanezért azból kifolyólag szeretjük a gazdagságot és a bölcsességet, mivel mindezek léteznek a teremtőben, aki a mi eredetünk. És ezáltal mi gyűlöljük azok ellentétét, a gyengeséget, szegénységet, mivel azok nem léteznek a gyökerünkben, ez minket gyűlölet és undorérzésére késztet, és hatalmas fájdalmat okoz nekünk. Világos, nem? Mondja rá, világos, hogy miről van itt szó. Tehát, hogy mi a kapcsolat a gyökerek és az ágak között, a teremtésnek ez az alapvető megnyilvánulása, hiszen itt kezdi az ember megérteni a saját természetét, még hogyha az ágazat az változásokon is megy át, hiszen a formaegyezésre törekszik a teremtővel. Tehát a gyökér és az ágazat között a viszony megfelelhető úgy, hogy az ágazat mindig megpróbálja átvenni a gyökérből áradó tulajdonságokat, sőt, ezen belül minden megjelenik, ami később majd az ágazatok jövőjét jelenti, bár az el van egyelőre rejtve az ágak elől. Tehát itt, mintha azért, hogy egy szabad akaratot fejleszthessen ki az ágazat. Tehát mi a gyökér és az ág között az alapvető különbség, mondjanak? Az egyetlen igazi különbség az az elrejtésben van, mert ezáltal az ág látszólag különbözni kezd a gyökértől. Tehát az ágban van egyfajta elrejtés, és akkor ilyen módon emelkedik fel a gyökér, és megjelenik egy tendencia, és a többi része pedig önmaga felé törekszik. Hogy történt meg mindez? Ez a fény által történik meg, amely befolyásolja a vágyat, fejleszti azt, és a kezdetekben ez a vágy, ez teljes egészében nem is létezik a fényen belül. Ez a keternek a megnyilvánulás a lényege. Mint a teljes egészében ellenet törölve, ez
Mert ilyen szempontból is miről beszélni, később pedig ez a vágy elkezd létezni, de még nem független, hogy ezt tanuljuk az első állapotban, a Behön Alephben, az egyenes fény négy állomásából, tehát teljes egészében lenullázódik mind a megszerzés, mind az adományozás szempontjából. Tehát mind a két viszonyban egy hatalmas lenullázással a gyökérrel szemben, ez az első fázis, a hokma, mert mindent olyan módon kap meg, hogy valóban érezni akarja a azt, hogy minden ellenállás, összeütközés nélkül kapja ezt meg. Az az a hokma, az még nem nevezhető a gyökértől való, gyökérben való elrejtésnek, bár van kapni akarás, amely mindent kapni akarás hajt végre, anélkül, hogy valójában tudatosan részt venne ebben, de mivel végső soron bármi is érkezik, az a gyökérből érkezik, ezt mégis ezt hívjuk Behin Alephnek. A Behin Alephnek a második állapot azonban, ott már ugyan kapni akarási állapotában van még, de az ő, és mégis függetlenül tud válni, ami kinyilvánul miben, hogy olyanná akar válni, mint a keter, tehát meg akarja kapni a keternek a minőségeit, annak érdeke, hogy adokozni tudjon, és ezért mindent ebben a második állapotban gyűjt össze, mert a Behin Alephet az különbözik, az összes különbözőségét megragadja a ketertől, hogy mi a különbség. Tehát ő olyan akar lenni, mint a keter, ő olyan, és ezáltal valóban a különbségeit, azáltal, hogy olyan akar lenni, tudja megragadni a különbségeit. Tehát nekünk látnunk kell itt, hogy abban a mértékben, ami a mértékben az ágazatok fejlődnek a saját gyökerük felé, ez a fejlődés, ez egy elrejtésben nyilvánul meg a gyökeren belül, és ez hozza mindig újra és újra elő a következő fázisát az egyenes fény négy állomásának. A szabály az az, hogy a gyökér határozza meg alapvetően, mi történik az ágazatokban, mivel lényegtelen, hogy milyen fajta ágazatról van szó, a gyökere, ahogy az Bálaszolán mondja, hogy az ág képes legyen lenullázódni a gyökér előtt, és ilyen módon tegye teljessé ezt a fajta kitöltést, és amit el akar érni. Az ellentétesség érzése által az üresség, az alacsony rendűség, a gyengeség, az összes bolondság, ami megnyilvánul, az elutasítás, hogy mi nem akarjuk igazán szenvedni, gyűlöljük ezt a változást. Ez a fajta viszony létezik az ág és a gyökér között. Ez egy egyszerű törvény, de alkalmazva a teremtés minden elemére, mégpedig egy nagyon lényeges módon, és ennek megfelelően úgy működünk, mint a mágnes. Tehát az elemeket egymás felé fordítjuk, vagy elutasítás jelenik meg az elemek között. Az ásanyi növény is állt egy szinteken, és az emberiségben is, hogyha állati szinten működik, és nyilvánvalóan van, amikor megpróbálja megváltoztatni a teremtő természetét, és ezt használni kell a reformáló fényt, és ilyen módon az emberiségnek a saját értékeit kell megváltoztatni, hogy az emberiség ad áldámokat ért rá, és hogy mi tekintető fontosnak, és hogy minek kell fontosságot adni, és mi az, ami tényleg fontos, hogy, és mi az, ami meg lényegtelen, és ez önmaga kell, hogy meghatározza. De nem az egyenes fény négy állomás határozza meg, hogy minden egyes elem az okokat összefüggésen keresztül kinyilvánítja a saját fontosságot, hanem sokkal inkább alulról felfele, azaz az emberben kell megjelennie magában a képesség arra, hogy el tudja dönteni, hogy minek mi lehet a gyökere. Ebben áll a szabad akarata, a szabadság az embernek, hogy ezt meg tudja tenni.
lehet, hogy a vána teremtőtől, hogy mi az, amit alkalmaznia kell, milyen fajta törvényben, hogy kell magában meghatározni mindezt, hogy valóban függetlenné tudjon válni. Aval Benny Rubeni Omer, se Acsi Anachnu Lorok Sim. Vagy ez, vagy az alapján az ember kijelenteti, hogy amennyire nem sikerült ezt a függetlenséget megszerezni, kell úgy léteznünk, hogy az ágazatban ismeri föl magunkat, amelynek egy speciális viszonyt kell kialakítani a gyökérre. És ezért ugye le vagyunk válva a gyökerünkről, de ez mind csak azért kell, hogy függetlennek látszunk, az elején pedig önmagunk által tudjuk azt a formát meghatározni, ami abban nyilvánul meg, hogy a fiaim legyőztek engem. Ha van kérdés, akkor kérdezzetek, de csak ahhoz, amiről beszéltem. Nincs kérdés. Gerson, hagyd abba az alvást. Tudod, a téma miatt vagy ilyen álmos, látod? Az a baj, hogy azért alszol mélyebben, mert akarsz mélyebben aludni. Ön azt mondta, hogy nekünk le kell várnunk a gyökerünkről. Természetesen. Tehát, hogyha szabad akarok lenni, akkor le kell válnom. De miért vagy ennyire meglepve? Na, de akkor miért akarunk hozzátapadni? Hát később majd magyarra hozol egy döntést. De szabadítod, hogy meghoz a döntést, mert az alapja a döntésednek a szabadság. Oké, na de hát olyan gyökerünk. Na de a döntés, mondja Rav. A szabad akaraton alapuló döntés csak így hozhatom meg. Igen? Még? Én azt hallottam, hogy minden attól függ, hogy mennyire fejlődik az ágazat a gyökértől. Tehát van először ez a pont, hogy az én fiaim legyőztek engem, tehát szabadá váltam a gyökértől. Sőt, más is mondom neked, magyarabb. Tehát egyrészt nekünk le kell válni a gyökértől. Mi magunk építjük fel a gyökeret. Mi építjük ki a teremtőt? Nem csak, hogy leválsz róla, hanem újraépíted magadba. Tehát olyan, mint a látszólag, ahogy mondja, a teremtő, ti építetek meg engem. Tehát ti teremtetek meg engem. Nem csak hasonlóvá akartok válni, hanem kiépítitek őt annak megfelelően, hogy mennyire akartok hasonlítani hozzá, hogyan akartok. Hogyan akarjátok minden fölé emelni? Mit jelent az, hogy minden fölé emelni? Nyilván folyamatosan korrigálom magamat a saját értékrendemen keresztül, egyre magasztosabb értékeket vonok be magamba, és ilyen módon ábrázolom, egyre finomabban, kifinomultabban ábrázolom a teremtőt, építem ki a koronát magamban, az alsó 9 fíra közelít a 10-hez, tehát minden egyes előző 10 fíra gyakorlatilag egy pontban fordul a magasabb szint felé, és ilyen módon építem tovább az alsó 9 szférán keresztül a legmagasztosabb lehetséges módon a keter. És ilyen módon a teremtőt. Oké, ön azt mondta, hogy a teremtő az én elfogadásommal és a barátok szeretnén keresztül épül ki, így van. Persze. Tehát a fiaim legyőztek engem, ez megfelelő annak, hogy a teremtőt én teremtem, tehát tehát akkor mi építjük fel a teremtőt? Így van. Hát minden az alsó szint szempontjából tárul föl. Tehát hogyan juthatnának el a teremtés gyökerének a feltárulásához? Az általános törvény feltárulásához, ha nem, önmaguk által fedeznek föl. Hát a tóra nem az égből zuhant alá, hanem elkezdik felfedezni a cselekedetek által egy viszonossági cselekedő sorozaton keresztül. Tehát nyilvánvalóan az Ádámot követő
20-30 generáción keresztül egészen Ábrahámig, ez így történt, és azóta is. Tehát, tehát a fiaim legyőztek engem, ez azt jelenti, hogy ez minden alkalommal megújul, minden állapotban, így van. Akkor mi a maximális állapot annak, hogy legyőztük a teremtőt? Amikor ti eldöntitek, hogy a helyes kapcsolat elérése érdekében ti építitek ki a teremtőt magatok között. Ez a kapcsolat, a köztünk lévő kapcsolat rendszerének a törvénye, hogy ez egy viszonossági integrált rendszer, amely teljes együttműködésben van egymással, minden eleme. Az ágazat és a gyökér a mi valóságunkban egy viszonossági rendszerben nyilvánul meg, ahol a gyökér ellátja egyrészt az ágazatot, de mégis mi a különbség a spirituális világban? Hogyan viszony egymásra a gyökér és az ág? Ahhoz, hogy az ágazat hasonlóvá váljon a gyökérhez, tudatosságban ezért kap egy privilégiumot, egy egyediséget, hogy egymás felé tudjon a gyökér felé és egymás más ágak felé is adakozni. Hát erről tanulunk a kölcsönös garancia cikkben. Srácok, ezt a lényegét mondja még egyszer, de mondta, hogy majd erről még tanulunk. Tehát nyilván az, hogy mit jelent pontosan, hogy mi ellentétesekon gyökérre, aztán hasonlóvá akarunk válni. Nem. Miért lenni mi ellentétesek? Tehát én először a szüleim otthonában élek, az anyám tanít engem mindenféle kajákat főznek, hogy megtanuljam az ízeket. Tehát néhány generáción keresztül, ugye vannak zsidók, akinek marokkói a gyökere, egyiptomi a gyökere, és mégis a konyhá, mindenki a saját kicsit különböző konyháját elhozta ide Izraelbe. És nekem is van egyfajta ízvilágom, amit hoztam magammal, és nyilván a gyerekkoromban lévő ízek vannak a számban. Ez jelenti azt, hogy a gyökereimhez van közel a saját természetem, tehát nyilvánvalóan itt egy intellektuális alapon történő állapot van, ami a gyökerekhez kapcsolódik, tehát minden állapotban a felső rész az a következő behinához kapcsolódik, a természetünk az állandó, és a felső behinom a legközelebb a gyökérhez, ugye az egyes. Ugyanígy bina esetében is elmondhatjuk, a bina a hokmának a lényegét hordozza, hiszen a felső része a binának hokma. Oké, na de akkor nincs a szintek között valódi leválasztottság? De van a vaskosságban, van egy óriási különbség, azonban az a tény, magyarabb, hogy mi befolyásoljuk, tehát a felső mindig befolyásolja az alsót, hogyan lehetne ennek a kapcsolat nélkül az alsó szint, hogyan létezne? Oké, na, de mi természetünk jelentős a teremtővel teljes mértékben, ez annyira nem teljesen érthető. Persze, de miért? Mert én egy bestiának voltam, vagy születtem meg. Ugyanakkor van egy kicsi anya bennem, egy kicsit apa, ahogy én születtem. Tehát valamit az anyámtól kaptam, valamit az apámtól kaptam, és a kettő közötti mix az, ami a magasabb rendű módon megnyilvánul, mint gyökér számomra. A kabala bölcsességében minden világ teljesen világosan le van írva. Oké, na de akkor köztünk, na de a kapcsolatot engem a teremtővel kerestem, nem az apámmal, az anyámmal, hiszen a teremtő adakozásért meg megszerződik. Akkor hogyan lehetséges, hogy ilyen módon az... Hiszen a teremtés gyökere a teremtő, és minden belőle állt ki, ő az, aki megadja nekünk a fényt, és akkor ők kell, hogy legyen a mi gyökerünk. Így van, mert mi az, ami benne van, mondjanak. Oké, de a tiszta adakozás, ez nem jó a számomra. Persze. Na de nem az a lényeg, hogy ő felém hogy viszonyul, hanem az a lényeg, hogy mi van benne, milyen tulajdonságot hordoz önmagában már a teremtő. Tehát ami és nyilvánvalóan pontosan azt szeretem, amit ő hordoz magában. Tehát nekem azt kell megszereznem, amilyen tulajdonsággal ő rendelkezik, tehát bizonyos fajta cselekedeten keresztül. Meg kell, hogy értsem, hogy mi az, ami minőség rejtőzik a gyökérben. Tehát nyilvánvalóan ő a teremtő, az ő természet olyan, amilyen. Azonban
én, mint ágazat, nem tudom tőle más tenni, mint átszívni az ő természetét. Tehát az én természetem ahhoz a természethez kell közel kerüljön, ami az ő leglényege, legbelsőbb, legmélyebb természete. És ilyen módon ki kell fejlesztem egy hozzáállást kívülről a gyökér irányába, a teremtő felé, tehát hogy én nekem, ugye meg tudjam szerezni azt, ami bele van fogadott a teremtőbe. Ezért, ugye talán beszéltünk már erről sokat, ha jól emlékszem, mondjam, a kapnakarásról, amely gyakorlatilag a kapnakarásról és attól a formától, hogy a kapnakarás használja. Ezért nekünk meg kell tudnunk különböztetni a megszerzésnek a módszereit. Tehát ma egyrészt meg kell különböztetni a bőséget, amit tud adni a teremtő, másrészt pedig azt a módot adja. Folytassuk. Mi azt tanuljuk, hogy az első és a harmadik állapot az ezek a műsorok hogy kapcsolnak össze? Egyik követi a másikat, mondja rab. Tehát az egyenes fény négy állomásáról kérdezel? Nem, hanem a három állapotról. Így van. Az első és a második és a harmadik állapot, ugye ez mind az első állapotból árad ki. Nyilván ez a teremtésnek a kezdete, a teremtés közepe is, és a vége a teremtésnek pedig nyilvánvalóan megint újra a gyökérben végződik. Tehát az azonos majdnem a kezdete. Oké, akkor mi az a, mi a legkvalitatívabb bennünk, ahol meg tudjuk valósítani a szabad akaratunkat? Melyik az a pont, ami az első állapot után már valóban képes erre. Már egy kicsit, mi nem építjük fel a rendszert, mi csak magunkat korrigáljuk a rendszerrel való viszonyban. Tehát mi fogjuk a rendszerrel való viszonyunkat kiépíteni, korrigálni, érezni a saját magunknak megfelelő identifikációval a teremtőnek. Oké, akkor én rendszerem a része vagyok. Az a tény, hogy én teszem meg mindezt, igen. Tehát akkor látnom kell, hogy mi a különbség, a különböző komponensek, amik a szabad akaratot tartalmazzák. Oké, de meg kell értenünk, hogy milyen fajta magas minőség van itt. Hát te neked kell hasonlani a teremtőhöz. Te teszed magad hasonlóan a teremtőhöz, bármilyen módon. De mi lesz a vége? Mi az, hogy ez a teremtő irányában, meg az én irányában? Itt két pont van itt, amit látni kell. Meg kell, hogy értsük, hogy miről van szó, tehát hogyha nem valósítom meg a szabad akaratomat, akkor szenvedünk, és ezt meg kell értenem, hogy mindez, hogy működik. Nem, itt nem a szenvedésről van szó. Itt, ha mi elfogadjuk a teremtésnek a tervét, azáltal, hogy erőfeszítéseket teszünk, ezt ki is fejezzük, és ilyen módon az erőfeszítéseink az, ami stabilizál bennünk, egyfajta tudatosságot, egy megértést, egy hozzáállást, amelyet adakozásnak nevezünk, vagy szeretetnek. És ezen keresztül adakozunk a teremtő felé. Ez az, amit én hozzáadok ehhez az egészhez. Ha én ezt nem teszem meg, ha nem törődöm a szabad akaratommal, nem tartom meg az összes elemet, amit kapok, akkor nem adok örömet a teremtő. Azaz, ő az, ami fajta elrejtett rendszert jelent mindenféle különböző állapotban. Világos kell legyen számunkra, hogy bármit tehetünk, mégis minden a teremtő kezében van. Tehát ez az, ahogy az a tény, hogy én önmagamban kutatom azt, hogy hogyan tudok én hasonlóan van a teremtő, hogy hogyan tudok örömet adni neki a sötétségen túlmenően. Itt pontosan itt kell örömet is adni neki. Azaz, ez a fajta tartalom jelenti azt, hogy ez a Zohar könyvének a bevezetőjében volt, hogy mindezek az egész valóságot jelentetik a teremtmény számára. De elegendő a mi számunkra ahhoz, hogy talán a 10 fél tanulmányának a vezetőjében pont ez le van leírva.
De a válasz az, hogy szórakoztató legyen. De mit jelent ez, kérdez a srác? Amikor te eléred annak a megértésed, hogy a teremtő hogyan kap örömet, akkor meg fogod érezni, hogy mitől szórakoztató ez a kapcsolat. Oké, na de mi vagy adunk a teremtőnek, vagy pedig megszerzünk tőle. Nem, nem erről van szó, magyarok. Tehát olyan nincs, hogy te nem... De te azon ne aggódjál, hogy te előfordult ezt, hogy te nem ad megérkezés a teremtőnek. A teremtő mindenképpen megérkezésre kap tőled, csak legfeljebb te nem tudod, hogy erre törekedtél tudatosan. Tehát annék, hogyha ma te eljöjjed az adakozást a barátokon keresztül a teremtő felé, akkor... Akkor valóban hatalmas megelégedettséget okozol neki ma. Ha nem, akkor nyilván te kapsz egy kiegészítő szenvedést, el van nyújtva az időben, egészen addig, amíg el nem jutsz el az állapotba, ez lehet egy-két év. A különbség az pontosan ebben nyilvánul meg, de biztosan lehet, hogy elkerülsz oda, ahol el kell kerülnöd. Tehát végső soron, mondjam, az a tény, hogy te megpróbálod ezt megtenni, vagy korábban elérni, amit el lehet, ez tekintető úgy, hogy... hogy megjelenik a hupa, vagy a szűrő feletted, megjelenik a szégyen, és a barátokkal fogsz a végső esküvői sátor árnyékában lenni, és a különbség az ez. A végén a cselekedeteknek megfelelően el fogod érni, de mindenképpen egyszer a végén először is, és a cselekedet megfelelően 100% a cselekedet megfelelően örömet fogsz okozni az egész rendszernek, a rendszeren keresztül pedig a teremtőnek, ahol a rendszerben találkozni fogsz azzal, hogy adakozol a teljes ásványi, növényi és állati színnek, minden zavar, minden probléma ellenére és felett, de a végén is érezni fogod ezt a fajta szégyen. És most nem akarok beszélni arról, hogy a végén ez a fajta korrekció, van valamilyen válasz, amit mondod neki, hogy mi fog történni, de ez nincs leírva sehol. Sehol én ezt még nem találtam meg. Vagy le van írva, de én még nem találtam meg ezt a választ, hogy a korrekciónál mi történik. De erről ezért nem is beszélek. De hát minél jobban erőfeszítést teszek, és annál gyorsabban is felelsz meg ennek. Oké, annál, akkor mi van, milyen a viszonyom a szégyennel? Hát azzal, hogy mekkora örömet okozott a teremtőnek. Nagyobbat vagy kisebbet? Mint egy kis csecsemő, mondja, aki rámosolyog az anyjára, az első hónapban, és valamelyik pedig majd csak két hónapban mosolyog rá az anyjára. Ez a különbség. Van az anyában különbség? De hát van valamennyi azért, persze. Gondoljátok meg ezt, a lényeg az, hogy legyetek olyan, mint egy csecsemő, és akkor majd rájöttek, hogy működik ez. Ő azt mondta, hogy nekünk a fontosságot kell importálni, ez nekem úgy tűnik, úgy hallatszik nekem, hogy ez egy része a munkámnak. Hát persze, magyarabb. Tehát nyilvánvalóan a tízes körökön belül ezt nekünk kell megtenni. Tehát amikor te ezt elkezded megtenni önmagadon belül, akkor nyilván a mások irányába kell megnyilvánítanod, mert a teremtő irányában nem tudod megtenni. Ezt a munkát senki nem tudja helyetted elvégezni. Tehát nyilván ez valami, amit megosztanak a barátaimmal? Még ha megosztod, vagy nem osztod meg is velük, van egy belső kötelezettség, hogy ezt megtedd ezt a munkát, ez pedig rajtad áll. Oké, tehát akkor ez valóban egy egyéni munka, egy egyedi munka? Persze, hogy egyedi munka. Ez az Úrnak a munkája, amely egy egyedi munka minden egyes elemben, és senki nem tudja a barátoknak ezt a fajta dolgát megszakítani. Tehát a támogatás egy olyan atmoszférát kell létrehozni, hogy mindenki akarja ezt megtenni, hogy mindenki akarja adakozni másoknak, tehát ezt nevezzük úgy, hogy arvut. Tehát ki fogja helyettem meg ezt a munkát? Senki. Az árvút az benne megteremt egy olyan fajta atmoszférát, olyan fajta környezetet, ahol valóban akarjam a saját munkámat kiterjeszteni és megtenni. Oké, de akkor mit kértem annak érdekében, hogy valóban egy egyedi munkát tudjak végrehajtani? Adakozni mindenki felé, hogy felfedezze az adakozást.
Hát ez egy lényeges, identikális adakozás a teremtő felé. Hiszen... Tehát ki, ugye, szeress fel barátod önmagad, ez a valódi szeretet a teremtő felé. Írva van, szeress az Urat az Istenedet. Tehát mi haladunk erre felé, csak... Köszönöm, hogy a srác. Emi Litvániából kérdezi, mi az, ami igazán megerősödött a teremtőnek, tehát hogy lehet az, hogy valakit szeretni tudok, amíg a teremtő nem adja meg ennek az örömét? A teremtő azért hozta létre a teremtményt, hogy a teljesség állapotát átadja neki, ez a teljesség pedig a tökéletesség, az a teremtőnek magának az állapota, ami oda akarta adni a teremtménynek ezt a minőséget. Tehát nincs olyan minőség, amely ne az adakozáshoz kapcsolódna valamilyen módon. Tehát minden kívül van valójában ezen a teremtményen. Tehát önmagában ez adja meg az adakozást az egész világnak, és ez felette áll a világnak, felette. Tehát amikor mi adakozunk, tehát minden a valóságban így működik, ebben az állapotban, és ez a teremtésnek a végső célja. Folytathatjuk? Így akarjátok az egész 4 órát eltölteni? Tehát mi az, ami a teremtőnek örömet okoz? És hát csak abból kap örömet, hogyha te közé tesz felé. Oké. Tehát a következőt kérdezett tulajdonképpen, hogy az, hogy te örömet okoz a teremtőnek, tehát mivel a teremtett lény oldaláról, ha mi valóban úgy adakozunk, hogy... Tehát hogyan adunk örömet? Képesek, hogy mi örömet adunk a teremtőnek? Így van. Hogy na de hogy lehetséges ez? Ezért van az, hogy a teremtő úgy érhető el, hogy a teljes teremtést magunkba foglaljuk, hiszen az egész valóság bele van foglaltatva magában az Istenbe. És hogyha mi adakoznak annak a teljes valóság irányába, az ásványi növény át és beszélő szintek felé, ez ugyanaz, mintha valóban a teremtő felé adakoznák, tehát a világ felé való adakozás, a teremtő felé való adakozás jelenti. 10. pont. Ez az, ami nekünk egy kellemetlen ízt ad a szégyenben és a türelmetlenségben, amikor mi másoktól adományozás útján megszerzünk, mivel a teremtőben nem létezik olyasmi, mint a szívesség elfogadása, mivel kitől lenne ő képes bármit elfogadni és kapni. Azaz, mi itt egy törvény alatt vagyunk, törvények rendszer alatt, ahol kideríthetjük, hogy mit jelent az, hogyha mi nem érezzük, nem értjük, hogy pontosan mi történik, hogy a rendszerben vagyunk. Ez igaz, magától értetődő. Ezért mondjuk azt mi, az emberek, hogy valóban én képes vagyok mindenkitől megszerezni. De ez is jelenti, hogy az emberek egyszerűen nem érzik, hogy ők megszerzőek. És mert ez a teremtőtől, ez a fajta megszerzési erő nem áradhat, nem tudjuk tőle megkapni, hiszen ha megnézzük az ásványi növény és állati szinteket, vagy azokat az embereket, akik ebben a szinten vannak, az emberen belül, tehát a különbség az ásványi növény és az állati szintek között, lévő emberekben és a beszélő szinten lévő emberek között, ami az Ádámban, Ádámot jelenti, az az, hogy az Ádám szintjén lévő emberek megjelenik a szégyen. És ez különböző módon nyilvánulhat meg, ahol elkezdhetjük érezni a szégyent valamilyen irányba, ami
lenullázza az embert, ez az a pont, amit úgy hívjuk, hogy Szibeliő pont, és a Szibeliő pont megjelenése, ez elkezd bennünket irányozni a teremtő felé. Korábban, a korábbi szinteken a szégyen, ami felébred az emberekben, azok valamilyen módon az a, azt el, nehéz is eltakarni. Tehát mondjuk minden dolog, amit az életünkben tettük egymással, az, amiért gyakorlatilag egy eléghetnénk egy ilyen nyílt tüzön az egymás elleni cselekedeteink okán, azonban ezt nem érezhetjük bűnnek, mivel amit másokkal elkövettünk, és a teremtővel sem, hiszen ezek elrejtésben történtek, és ezért a szégyen csak később fog tudni fölbukkani, minden egyéb cselekedeténk okán érzett szégyen. De itt van egy megkülönböztetés a között, amikor már a teremtő felé haladunk, és akkori belül érzett hozzáállásunk között, és a között, amit előtte ad nekünk, és amiben tudatlanul meg kell felelnünk. Mivel ez az elem nem létezik a gyökerünkben, ugyancsak visszataszítanak és undorítanak találjuk. Tehát alapvetően a megszerzés. Másrésztről mi boldogságot és élvezetet kapunk minden egyes alkalommal, amikor adakozni tudunk másoknak, mivel ez a cselekedet létezik a gyökerünkben, mely csak adakozik mindenki számára. Ez egy olyan emberről szól, aki fejlődik, aki élvezetet kap a teremtőtől, vagy szenved, mert valami bennem van, de nem a teremtőtől származik. Tehát az embernek az általános rendszerhez kell kapcsolódnia, az általános törvényhez, amely működteti az ember, mivel a teremtő együttesen egy általános törvény, ezért a szeres felebarátod, mint önmagad parancsolata által jelenik meg a valódi feltárulás, vagy kapunk egy nagy eltávolítást felülről, hogy megtanuljuk és megérezzük a rendszert. Nyilvánvalóan a 125 szinten keresztül képesek legyünk valamilyen felbontásban megérezni és megérteni ezt, és elég legyen a számunkra megkülönböztetni magunkat a rendszerben a 125 szinten keresztül, és képesek legyünk kitölteni a teremtőt, a teljes rendszert. Természetesen valamilyen módon egy igazi formáját tudjuk mindennek felvenni, és ilyen módon haladjunk előre. Tehát képzeljétek el magatokat, hogyha ezt a teljes kapnakarást képesek vagyunk korrigálni az adományozás érdekében, akkor ezt a végső formában tudjuk a teljes korrekcióhoz kapcsolni, és akkor ez teljes egészében azok azt hozzá tudjuk adaptálni magunkat, és elkezdjük a rendszer teljességét látni, hogy mit jelent az, hogy embrió állapotban vagyunk valójában. Azaz, hogy én a rendszeren belül vagyok, én elmerülök ebben, elrejtőzöm benne. Ugye, tehát korábban ugye ebben az állapotban nem is léteztem, mert nem voltam tudatos. Tehát nekem éreznem kellett, vagy éreznem kell, meg kell tanulnom éreznem, hogy a rendszerben vagyok. Tehát ez egy ilyen pókhálóként borul rám ez a rendszer. És ez abban nyilvánul meg, hogy én érzékelem a saját létemet a rendszerben. Tehát itt nyilván megnyilván egy csomó probléma, hogy a rendszert megismerve, hogyan törtük el a kapcsolatunkat, vagy hogyan tört el a kapcsolatunk az adakozáshoz, az adakozással, és annak érdekében, hogy ezt megértsük, mit kell tennünk. Folytassuk, 11-es pont. Tehát most már megtaláltuk azt a módot, hogy megvizsgáljuk a teremtésnek a célját, a teremtővel való
összeolvadás annak valós megjelenésében. Ez a magasztosság és a dvekut, az összeolvadás, amely garantáltan elérkezik hozzánk a Tórában és a micvákban végzett parancsolatok, végzett munkánkon keresztül, a se nem több, se nem kevesebb, mint az ágaknak a gyökerekkel való forma egyezés elérése. Az összes kellemesség, élvezet és magasztosság természetes módon jelik meg, mivel hogy az, hogy a fentiekben leállítottuk, az élvezet és az az egyetlen valódi formazonosság elérésekor érhető el a teremtővel, és amikor mi azonosulunk gyökerünk minden egyes cselekedetével, akkor boldogságot érzünk. Ugyancsak minden, ami olyanra találkozunk, amely nem létezik a gyökerünkben, az elviselhetetlenné, visszataszítóvá, vagy fájdalmassá válik a számunkra, melyet ez a koncepció egyszerűen szükségessé tett. És mi természetszerűen felismerjük, hogy teljes reményünk a gyökerekkel való formaazonosság elérésén múlik. Kérdés? Nos, de még egyszer ez. Ha lehézed a számotokra, hogy megértsétek, amit a leírva, akkor abba adjuk ezt a cikket, mert ennek az az értelme, hogy gyakorlatilag megtartsuk, ne csak tanuljunk róla, meg olvasgassuk róla. De mi nem a tanulás érdekében tanulunk, hanem azért, hogy az állapotokon keresztül menjünk. Ha nem érzitek magatokban eléggé ezt, amiről a cikk szól, akkor tegyük félre kicsit. Na, most a 11-es még egyszer. Most megtaláltuk a módját, hogy megvizsgáljuk a teremtés célját, mely a teremtővel való összeolvadás annak valós megjelenésében. Ez a magasztosság és dvekut, összeolvadás, mely garantáltan elérkezik hozzánk a Tórában és a parancsolatokban végzett munkákon keresztül, az nem több és nem kevesebb, mint az ágaknak a gyökerekkel való azonossága. Az összes kellemesség, élvezet és magasztosság természetes módon jelenik meg itt, mivel ahogy mi ezt a fentében állítottuk, hogy az élvezet az egyetlen forma azonosság a teremtővel. És amikor mi azonosulunk, ez azt jelenti, hogy a cselekedetnek megfelelően érezünk örömet, nem a kitöltés alapján, tehát nyilvánvalóan minden, megértek-e valamit, vagy nem értek meg, az öröm, amit a teremtő, a teremtett lénynek át akar adni, az az adakozás örömén keresztül, meg a cselekedetem, és ez pedig nem közvetlenül tőle árad felénk. Tehát én valóban például az anyámmal kapcsolatosan meg akarom szerezni, amit adni akar nekem, hogy ez a bőség, amit meg akarok tőle szerezni, és csak egy idő után akarok olyan lenni, mint ő. Ez azt jelenti, hogy nekünk fel kell ismernünk, hogy a teremtő gondolata az az, hogy mi valóban élvezzük az ő cselekedeteiben a vele való formaegyezés elérésének a lehetőségét, hogy az, ami benne van, a teljes kitöltés, az ENSO, azok az eszközök, amiken keresztül mi valóban elérjük, hogy szüljön azt a cselekedetünk végre, amit ő. Tehát amit érzünk, örömet vagy szenvedést a kapnakarásban, ezek mind csak eszközök ahhoz, hogy elérjük azt a cselekedetet, legyen az adakozó vagy megszerző, amiben keresztül a cselekedet végrehajtó lény természetén keresztül formájézésbe kerülhet a teremtőjével. Világosságokkal vagy nem? Még egyszer. Nem abból kell élvezetet találni, abból az örömből, amit ő nekem akar adni, és nem attól kell szenvedni, ami nekem nincs, neki megvan.
az az, hogy valóban figyelembe tudjam venni, hogy benne nincs bolondság. Tehát, hogy egy csomó dolog nincs benne, hanem arra kell inkább figyelnem, hogy arra az örömre, amely valóban azért van benne, amilyen tulajdonsága van, és szenvednem kell azért, amiért érdemes szenvednem, hogy azok az eszközök, amiket nekem meg kell szereznem, és amelyeket teljesen más érzéki különbözetben kell megélni, a cselekedeteink azonossága és a cselekedeteink mögött álló minőségünk azonossága összehasonlítása által kell megértenem azt, hogyha ő kegyelmes, nekem is azzá kell válnom, úgy akarok cselekedni, mint ő. Tehát nem csak azt kell szeretnem, amit főz az anyukám nekem, hanem az a mód, ahogy, meg az a hozzáállás, ami, ahogy ezt teszi. Világos? A 9-es pont végén írja valamit, ami nekem nem világos, tehát így van az, hogy mi elutasítjuk a gyűlöletes a számunkra a gyengeség, és mindaz, ami nem létezik a gyökerünkben. De hogy lehet az, hogy te ne akard ezeket a tulajdonságok, amikor benned vannak? Itt inkább azt magyarázz el neked, hogy olyan legyél, mint ő, akkor fekésülhet, hogy még nem vagy belefogadva a tulajdonságot a teremtőhöz. Tehát miért ilyen módon vagy felépítve? Ezt itt leírja, tehát neked mondva van, hogy van egy szabály, hogy mivel bizonyos dolgok nincsenek a teremtőben, neked sincs ez, és szenvedsz ettől. Ami viszont benne van a teremtőben, amiatt pedig élvezetet érzel. Hogy lehet ez? Hát úgy, ahogy. Tehát neked élvezetet kell találnod abban, ami a teremtőben van, és szenvedned kell, ami nincs. Ha. Több ezer dolog is van. Ami, abban, ami a teremtőben van, benned meg nincs. Mindezek a dolgok, amiket... Tehát azok miatt meg szenvedni fogsz, ami benned nincs, a teremtőben benne van. Hogyan lehetséges? Ezt hívjuk a gyökerek és az ágak közötti kapcsolat törvényének. Ez egy törvény, mondja még egyszer. Ezt elfogadod így is, vagy megpróbáltod skoláris módon tanulmányozni, mint egy tudós. Oké, megértettem, én már tudom, hogy ez hogy működik. Kész. Ez elegendő a számomra, ez is mondhatod, és annak érdekében, hogy eléd a teremtésnek a végső célját és tervét. De biztos lehet szabad, hogy ezt meg is fog történni, hiszen elkerülhetetlenül el kell majd ebben merülnöd ezekben a belső parancsolatokban, úgyhogy az út végén le fogod tudni ezt tisztázni. Na de le van írva, hogy az, aki megtalálja ezt, megtalálja ez a lázatosságot is. Így van, ez majd jön, mondja rá. De nyilvánvalóan, ami benned van, de benne nincs, amiatt szenved, ami pedig benne van, és benned nincs, azért is szenvedsz, vagy törekszel rá. Vagy élvezetet szerzel, amikor megszerzed. Tehát és az mindenképpen szenvedés, ami benned van, benne meg nincs. Tehát. Tehát nekünk fölé kell emelkednünk mindennek, ami benne van, bennem nincs, tehát ami... És aztán, ami benne van, bennem nincs, akkor szenvedek, de ez végül is majd mind a két dolog fölé kell emelkedni. Tehát az én kaptakarásom fölé kell emelkedni, és akkor minden rendben lesz. És miért van ez? Mert teljesen másfajta kalkulációik meg. Mert bármit ő csinál, azt nekem is tennem kell, amit pedig ő nem tesz, azt nekem sem szabad tenni. Így teremtődik egy formaegyezés, amely egyfajta módon természetesen megnyilvánul az én kaptakarásomban. És így mondom, hogy teljesen másfajta rendszert hozok létre, amelyen keresztül az ő attitűdjét, hozzáállását tudom tanulmányozni, amely megszerző vagy adakozó, nyilván az enyém a megszerző, az ő az adakozó, és így vagyok működtetve. Hogyan kell működtetnem mindezt?
Nem akarom beleket összezavarni. Lehet, hogy ez már elég is. De ez egy nagyon fontos, nagyon érdekes dolog, hogy hogyan fog mindent megváltozni, hogyan kezdjük el élvezni azokat a cselekedeteket. Hogy magát a cselekedet élvezzük, ne a végeredményt, mert a végén nyilvánvalóan mi jutalom nélküli cselekedetekkel végrehajtsunk. A jutalom az egy parancsolat. És ez pedig egy képességet ad a cselekedetnek magának a végrehajtására. És ilyen mondom, ez egy nagyon... Nagyon érdekes megnyilvánulás. A lecke elején ön figyelmeztet bennünket a szándékra, hogy egy szándékban kell lennünk, mert ha nem, akkor a halál lesz a részünk. És még meghallani is nehéz önt. Tehát egyszerűen ilyen, csak azt hallom, hogy blablabla. Ez egy jó dolog, amit most mondasz, ez engem boldoggá tesz, mondjam. Mit gondolsz, miért van ez így? Nem tudom, de egyfelől azt érzem, hogy a szándék problémája mindez, másfelől pedig csak a fény tudja megváltoztatni a szándékot. Tehát én egy kicsit megakadtam itt, mert ha nem vagyok helyes szándékban, akkor bizonyos dolgok nem tudnak működni. Tehát így változik meg a szándékom. De nem tudok a helyes szándékban lenni, ha nem így van. Tehát nekem biztosnak lenni abban, hogy a barátok is a helyes szándék vannak. Tehát a szándékoddal együtt tudsz erre koncentrálni. Mit kell tennem? Folytasd. De figyelek önre, de nem tudok mit tenni. Folytasd. Lényegre, hogy hogyan. Folytasd az utat. Ne gyere le az útról, minden más a teremtő által lesz végrehajtva. Hogyan lehetünk egy szándékban? Ez az, amit... Látod, meg kell tanulnod, Gerzson. A barátoktól kell megtanulnod. Oké, tehát én szeretem meg... Más lehetnék kérdezni. Tehát amikor hallom, amit ő mondtam, szinte elájulok, olyan álmossá válok. Tehát azért hallottok meg engem. Oké, de ebben az állapotban, amit a barátok most leírtak, tehát nekem valamilyen módon önhöz kéne tapadnom, tehát a szöveget kéne látnom. Nézd, mindenki a saját állapotának megfelelően építi ezt föl, tehát nem szabad, hogy összekeveredjetek. Tehát a vágyakat kell korrigálni a reformfénynek megfelelően. Nyilván a lecke elején én mondtam, hogy mi egy rendszer vagyunk befoglaltatva, amely egy hálózat tulajdonképpen, és amennyire lehetséges, magunkat ezen belül kell identifikálni. Na? Tehát nekem aktuálisan élvezni kell azt, amiről beszélünk. Tehát hogyan tudjuk ezt a korrekciót végrehajtani, hiszen pontosan ez történik most, hogy őt, nekünk kell helyreállítani őt. Tehát nyilvánvalóan mi... Én nem akarok ebbe belemenni ilyen módon. Tehát a világ többi része az a... Mondhatod, igen, az a világ teljes része a gyökérben befogadta, de nekünk a teremtés minden egyes elemét úgy kell megragadnunk, hogy valóban képesek legyünk a teremtés gyökeréhez kapcsolni. Oké, de mi hozzuk létre a teremtőt? Hát igen, valóban vannak cselekedetek, amelyek az okozati összefüggéseken keresztül így kapcsolódnak bele ebbe.
Én emlékszem, hogy Rav hogy élvezte, amikor Angliában leckéket adott valamelyik rabbi tanulóinak. Tehát nyilvánvalóan az ortodox követőket, és valóban ő szerette ezeket élvezni. Ilyen módon igazolva látta azt a fajta hozzáállást, a helyes hozzáállás a tanuláshoz. Na, ki az, aki szeretné folytatni ezt a cikket? Ki az, aki azt akar, menjünk át a következő cikkhez? Na, folytassuk, akarjátok, de nem tudom, hogy tudjátok-e folytatni, mondjanak. שעניין התענוג אינו יותר רק השוואת הצורה ליוצרה. וביותנו משתווים בעינינו... 11-es pont. Ugye ez még mindig a Matan Tóra című cikk. Most már... מצויים בתענוגים. עוד פעם. Meg... שעניין התענוג אינו יותר... Na, hol tartunk? רק השוואת הצורה ליוצרה. Az örömnek a formája nem több és nem kevesebb, mint a formájazonossága teremtővel. Tehát még egyszer, nem az öröm a lényeg, hanem az a mérték, amivel helyreállítom a gyökére való formájazonosságomat, és azt hívom örömnek, amit azon a szinten érzek, amilyen mértékben ez a helyreállítás sikerül. És amikor mi azonosulunk a gyökerű minden egyes cselekedetével, akkor boldogságot érzünk. Ami egy nagyon-nagyon egyéni, egyedi, személyes, szubjektív érzés, szinte teljes egészében. Tehát mindenki el tudja képzelni ezt a fajta formaazonosságot. Kettes állapot, és ugyancsak minden, amivel találkozunk, amely nem létezik a gyökerünkben, azaz mondja, hogy megszakított az olvasás, ami az emberiség egyáltalán megélhető állapotához tartozik. Tehát amely nem létezik a gyökerünkben, amely nincs a gyökerünkben, az elviselhetetlen, visszataszító és fájdalmas. Sőt, ez arra is kötelez bennünket, hogy ezt a koncepciót folyamatosan fenntartsuk, azaz mindenféle kitöltés van itt, ami nem. És ezért teljes módon úgy találjuk, hogy minden attól a formájzési módszertől, mértéktől függ, amivel mi összetapadunk a teremtővel. Csak ezáltal jutunk el oda, hogy ismerjük az örömnek a forrását, hogy honnan származik ez, honnan árad ki ez egy nagy kérdés. Mert nézzétek meg, nagyon fontos, amit mond, hogy nincs olyan dolog, hogy öröm. A természetben az öröm és a boldogság az egy szubjektív benyomás, ami az emberen belül lezajlik, szubjektív, mondja Rav még egyszer. És az öröm annak megfelelően jelenik meg ez a szubjektív érzékelés, hogy mennyire találta meg valaki a saját gyökereit. Hogy itt ez milyen kémiai változásokat okoz az emberben, ez az élmény, endorfin szabadít fel, stb., ami alapján az ember azt mondja, hogy ez öröm. De ez valójában erről beszélt Bálaszolám. Itt a gyökerrel való azonosulás mértékén jelenik meg ebben a benyomásban, és minden attól függ, hogy hogyan akarom magam azonosát tenni a gyökérrel. Hogyan, mennyire akarok ebből élvezetet szerezni, vagy a gyökérem belül, ami mindenféle kitöltésen keresztül érkezik el hozzánk, vagy egyfajta cselekedett sorozatban, ez az, ahol az ember a szabad választását megélheti. Tehát abban a mértékben tudunk a teremtő felé irányulni, ami valóban, amilyen mértékben érezzük azt a minőséget, ami benne van, és amit el akarunk érni. Ez valami, amit nekünk meg kell tudnunk vizsgálni.
דרגת החי אנחנו יודעים שהיא לא תורה, ברור ממה היא נהנית, ממה היא לא נהנית. Az állati szinte kell, אבל, mi tudhatjuk, hogy semmi nem rossz, hogy mi az, ami örömet ad, mi az, ami nem. Az emberi szinten azonban itt állandóan az ego növekszik, és már vége nem tudjuk pontosan, hogy mi az, ami örömet szabad-e, nem szabad-e, ez a megkötés, az emberben nem világos többé. Én az emberek erről beszélek a világban. Tehát az emberek mindig a szex, a kaja, a család, a stb. Alapján próbálnak meg örömet szerezni maguknak. Nyilvánvalóan ez az állatokban azért nem létezik. Hát nézd meg a kajával. Hát egy tehén például csinál tejszínű habot a saját tejéből. Tehát minden egyes állatnak megvannak a saját törvényszerűségei, őket irányítja ez a törvényhalmat. Az ember az ásai növény és állati szinten túlmenően pedig uralja ezeket a szinteket, tehát így az food, a kaja, a szex és a család, a kapcsolatos egoista vágyak nincsenek meg egy állatban, tehát amikor én bekapcsolok a tévét, akkor minden csatorna tele van főzési programokkal. Hát kérdezte meg a tehenet erről, mi a véleményed, tehát a tehén elkezd beszélni, hogy hányfajta füvet tudok érzékelni a világban. Tehát nap reggeltől estig arról beszél, hogy hogyan tudja azt a füvet megenni, és hogy melyiket szabad rákcsálni, melyiket ne. Tehát nyilván nem így van. Tehát a tején akarja füvet, de tőlem ez nem érdekli. Nézzétek meg, hogy az ember az egón keresztül mennyire képes szofisztikálni ezt a hülyeséget, amivel az állati szinten nem is kéne foglalkozni egyáltalán. Ugye, nézzétek meg, hogy az ember milyen bonyolulta hozta létre még egy szelet kenyeret is, tehát megintek az öreg, az ősi Babilonban, hogy mit ettek, tehát ettek kétféle hagymát, szállított halat, meg valamifajta gabonát. Azt keresik a héber szót még egyfajta ételre, amit Babilonba ettek Ábrahámék. Köszönöm. Igen. Mások hát ezt nem tudom, micsoda. Ezt a szót nem ismerem. Ezt a szót nem ismerem, gondolok. Ez valami, ami ott nőtt. Léhem, máim, dagim. Nem tudom, milyen étel volt ez. Tehát még egyszer kivették a halat a tengerből, meg a folyókból. Máta cerik jutér. Hagymát és fokhagymát. Meg olivát. Lehet, hogy olivaolajat is ettek, ott mondja valaki, hogy olivaolajat, de mondta, hogy lehet, akkor az még nem voltám. Az akkor Izrael földjén oliva. Jadó az ájt. Ken. Az a דברים הבסיסיים, כאילו אלמנטריים, שאנחנו מנסים לברר, מזה נהיה, מזה לא נהיה. אוקיי, תתת על הפת דולגוק, אמירו, יתמק פרו בעלום, בסייל עם מוג'ה בנצי. אילו איזו כס, דנה אילו איזו כס, תת נימה מון, תבי נם, בילגו, שאוד מי בוא סבדו למצל, שמי בוא נם. קיצ'ו מין דנוס סקב רדת, מו מוג'ה רב, נם תוג מקות על זה שמית, מלגיון האפות בון וג'ונק, ami által a rendszerek a pillanatnyi állapota össze van zavarodva bennünk. Tehát nyilván nekünk meg kell tudni, megvalósítanunk a kapcsolatban, meg kell határoznunk minden egyes pillanatban, mindenki sehetek önnek megfelelően. A keretmunkában, hogy mire vagyok képes, vagy mire vagyok képes, hogy tudom aktiválni az egómat. Tehát minden egy normál módon működik, tehát vannak szabályok, amik megengedik, hogy megtegyük ezt, hogy megtegyük azt. Nyilvánvalóan azonban ma, hogy ki tudsz fölérmeked az egójának. Tehát a fő probléma az az, hogy a rendszer önmagában, a kapcsolati rendszer egymás között hogyan változik meg. A tény, amit senki nem tud megérteni, tehát nyilvánvalóan nekünk írva van, hogy a kapcsolat az ember és az ember között megváltozik. Ez egy lineáris kapcsolat volt, egoista módon. Én felül vagyok, te meg alul. Most pedig mondja, ami feltárul,
az egy integrált kapcsolatrendszer, egy kerek kapcsolat, és ami manapság feltárul, az a megváltoztatatlan kapcsolat az egész világgal. Tehát röviden, a rendszeren belül nem tudok helyesen viselkedni, nem tudok. A zavarodottság. Hát nézzétek meg, hogy mi történik, hogy tehát az intelligencia megfelelően szinte megszűnt a logika. Tehát milyen, van, aki még a háborúban is talál valami fajta logikát, abban örömet leli, hogy meghódít valamit, egy másik országot, és elveszi a kincseit, annak a természeti erőforrásait, és tehát gyakorlatilag, ami ott van, azt elzabrálja. Ugye az a megszerző válok még nagyobb mértékben, ezt hívjuk háborúnak, akkor ezt erőszakosan teszem meg, hogy elveszem a másik országét. Manapság viszont már nem tudjuk, hogy miért háborúznak. Mi nem tudjuk elvenni egymástól az erőforrásokat, mert tehát ezért ma már nem tudnak háborút indítani. Tehát valójában a háború az szinte logikátlan, mert a kapni akarás nem elégíti ki jobban a háború. Oké, tehát hogyha mi alapvetően a kapni akarásunkban vagyunk, akkor nem nagyon érezzük a funkcióját annak. Tehát hogyan fog bennünket mindez a kamara bölcsességén keresztül elrevinni? Még egyszer magyarok? Tehát ha mondjuk én bele vagyok foglaltatva a kapni akarásomba, az egészséges kapni akarásomba, még ha nem is értem, hogy pontosan miért jó nekem, hogy ezt csinálom, vagy azt csinálom. Oké, mondja, de hát pontosan most megjelenik egy óriási zavarodottság, hát erről beszéltünk. Olyan időket élünk, ha megnézitek, hogy milyen volt, meg milyen állapotom, hogy most, de hogyan támogat bennünket mindez a következő állapot elérésére? Ez a cikk is. Ezt alig bírjuk elviselni, ahhoz, hogy elolvassuk. Mert azt mondja, hogy ezt élvezem, azt mondja, hogy ne élvezem, de ma már fogalom, hogy miből szabad erőben szerezni. Ez lényegtelen, mondja rám. Neked a teremtő segéd kell tanulmányoznod, hasonlóvá kell válnod, és abban azt a tényt kell élvezned, hogy te a cselekedetben hasonlóvá válsz hozzá. Nem a kitöltéseidben, a cselekedeteidben. Ezért nyilván az értelemfeletti hitben kell dolgozni, azaz cselekedeteket kell tenni a kitöltés felett. Tehát preferálnod kell mindezt. Ezt nevezzük úgy, hogy okos követője vagy a teremtőnek. Mert az azt jelenti, hogy azt követed, ami örömet ad neked. A felső fény, mondja Rav, az hatalmas bőséget tartalmaz, és neked arra van szükséged, hogy meg tud vizsgálni a viszonyt a teremtett lények között. Nyilvánvalóan azért, mert a teremtőt nem tud megvizsgálni, ez a felső fény minden teremtett lényt erre kötelez. Azaz, ez az, ami úgy tekinthető, hogy Izrael, a szellemi Izrael csővezeték vált mindenki számára, mert te megtalálod a fényezőt és a kielégüléshez, boldogsághoz vezető utat, és ez, amit itt megszerzel, a másiknak a vágyának a kielégítésére kell használni. Vlad. Na, van 100 000 dolog, amit én élvezek, a barátomnak is van 100 000 dolog, ami őt kielégíti, és örömmel tölti át. Tehát a teremtővel a hasonlóság azt jelenti, hogy ne tegyem a barátommal azt, amit gyűlölném, ha velentene valaki. Na, de mi tök más dolgot utálunk. Oké, még egyszer mondja Rav. Neked fölé kell emelkedni a saját kitöltésednek, ha te például szereted a falafelt, oké? És a Gersonnak adakozni szeretne, ő meg mit tudom én, ő pedig nagyon szereti a halat, akkor nem tudsz neki örömet okozni egy falafellel. Nem tudsz, ugye? Igen. Akkor mit kell tenned? Magyarázzatok nekem, akkor miből jelent az, hogy szeretsz valamit, mint önmagad? Mert nem az, hogy akkor én adod neked egy falafelet, azt egyen nem egyen, nincs más. Hát akkor azt megeszem a halat, akkor ha én nem szeretem. Így van, tehát neked a dővágyához kell kapcsolódnod, és ilyen módon tudsz adakozni.
Tehát az ő vágya, az fontosabb kell lenni a számodra, mert a sajátod azaz, a te cselekedeted, az ő irányába fontosabb, nagyon fontosságú, és nyilvánvalóan nem abból kell kitöltést kapnod, hogy a sajátodat megteszed, hanem tehát az adakozás kitöltést is jelent. De honnan származik ez az energia? Tehát nekem meg kell oldalom, hogy honnan származik az energia? A fénytől. Minden a fényből származik. Tehát nekünk innen kell örömet szereznünk, hogy hogy megváltoztatjuk az utunknak az irányságát. Oké, de akkor hogyan lehet? Tehát a pénz, a keszef, az nyilvánvalóan az emberek számára az arany, az a mennyek királysága. Tehát hogyan tudjuk így megszerezni a binának az erejét? Tehát hogyan lehet ebbe az irányba ellépni? Lehet, hogy sokkal egyszerűbb, mint gondolod. Tehát a binának az ereje, az, hogy te hasonlóvá vagy a binához, és ezt az erőt birtokod. Hát milyen arany hasonlítható ehhez, magyarok? Na, én azt gondolom, hogy ez most már sehol nem vezet, menjünk át egy másik cikkre. Tehát ezt a... Na, melyikről a kettesre, vagy a hármasra menjünk?